Sziasztok, egy újabb videóval jelentkezek, és ebben a videóban most a Sziklák szeme filmekről fogok beszélni, és elmondani a véleményemet róluk. Akit érdekel, az tartson velem. Ezt a videót már korábbra ígértem, de sajnos csak most tudtam összehozni, úgyhogy ezért utólag is elnézést. És ennek a videónak az ötletét a Horrorscope csatorna tulajdonosa adta, úgyhogy innen is köszönöm neki. Leteszem a csatornájának a linkjét a leírásba, nézzétek meg. Horrorfilmekről csinál ismertető videókat, szerintem nagyon jók, én nagyon szeretem őket. Valamivel nagyobb rendszerességgel, mint én szoktam videókat feltölteni, úgyhogy tényleg mindenképp ajánlom. Na de hát akkor vágjunk is bele a filmekbe. Ugye az első részét azt 1977-ben készítette Wes Craven, ez volt az ő második filmje, ugye az első az Utolsó ház balra volt, 1972-ből, rá 5 évre készült el ez a film. Ugye kis költségvetésű filmek, akkor még nem igazán volt neki pénze nagyobb költségvetésben rendezni. Ugye ezek voltak az első filmjei is, kevésbé is ismertek, mint a későbbiek. Ugye ott jött a Rémálom az Elm utcában, utána a Sikoly széria, amikkel igazán befutott és ismert lett a neve. De szerintem ezeket a korai filmjeit is mindenképp érdemes megnézni, mert nagyon jók. Én legalábbis nagyon szeretem mind az Utolsó ház balrát, mind pedig a Sziklák szemét. És ugye a története az röviden annyi, hogy van egy család, akik elakadnak a sivatagban, lerobban az autójuk, nem tudnak tovább menni, és pont egy olyan területen, ahol hát ami egy ilyen kannibál család fennhatósága alá tartozik, egyébként itt ezen a területen ilyen katonai pont is van, ahol ilyen repülők repkednek az égen, ilyen katonai repülőgépek, mit tudom én még, micsodák. Na de az a lényeg, hogy ez a család ugye elakad, és nem tudják, hogy ugye pont ennek a kannibál családnak a területén akadtak el, akik ezt nem nézik jó szemmel. És ugye a városból jött család versus a primitív hegyekben élő kannibál család küzdelmét mutatja be ez a film. Menet közben egyébként még a film legelején találkoznak egy öreggel, egy benzinkúton, ha jól emlékszem, ez is ilyen tipikus horrorfilmes klisé, bár 77-ben még nem biztos, hogy az volt, bár már azért ott a texasi láncfűrészesnél is volt hasonló. Na és akkor ő figyelmezteti őket, hogy ne térjenek le az útról, ne menjenek a sivatagon keresztül, stb. És ugye a film elején figyelmezteti őket az öreg, de hát ugye nem hallgatnak rá, később az öreg ugye hát el is intézik őt a kannibálok, és a családnak van két kutyája, a Beauty és a Beast nevezetű kutyák, akik közül sajnos az egyik, a Beauty nevezetű, az sajnos a film elején már hát a kannibálok elintézik, és egyébként érdekes, hogy ennek a két kutyának van IMDb adatlapja, habár nem túl sok információval, de érdekességként. Annyira véresnek, meg durvának én nem mondanám ezt a filmet, habár van benne egy-két brutálisabb jelenet még mai szemmel is. 77-ben azért biztos sokkal nagyobbat ütött, de például amikor keresztre feszítik, meg elégetik a családfőt,
az eléggé brutális azért, meg a film vége fele van, hogy ugye ott meghalt az anya, már ugye a családban, és őt használják csalinak a kannibálok ellen, hogy kiteszik így a sivatag közepére, és a halott édesanyjukat, erről egy kicsit egyébként a pszichó jutott eszembe, és ezzel használják csalinak. És egyébként érdekes, hogy még gondolkoztam is, hogy ugye meghalt benne az édesanyjuk. És az egyik jelenetben, amikor ugye viszik ki a sivatag közepére, hogy csalinak használják, egyik jelenetben még nyitva van a szeme, vagy még csukva van a szeme, utána már nyitva van, azt most így egy pillanatig megfordult bennem, hogy akkor ez most él, de utána rájöttem, hogy ez valószínűleg csak baki lehet, hogy úgy ott nyitogatja a szemét. Ugye van benne az a Bobby nevezetű karakter, a Bobby Carter, aki az egyik jelenetben még Szirmai Gergőre hasonlít, utána a következőben már Luke Skywalkerre. Úgyhogy az kicsit vicces volt. Egyébként ugye tesómmal néztem a filmet, és az hát sokszor úgy néz ki, mint például a Freak Show-s srácoknál a filmnézés. Volt a filmben egyébként egy jelenet, azon jót nevettünk, amikor a kannibálok futnak, és az teljesen olyan volt, mintha egy tesi órán lennének. Itt az első résznél még az erősíti egy kicsit a drámai részét a filmnek szerintem, hogy itt egy családról van szó, míg a második részben már ugye egy baráti társaság lesz az áldozat. És hát ugye ez a kiadás is tartalmaz egy cserélhető borítót, amin a filmnek az eredeti posztere látható. És egyébként az eredeti poszteren, aki rajta van, kannibál, ő neki ez egy betegsége, hogy így néz ki. És ha jól tudom, ő még szerepel a Száll a kakukk fészkére című filmben is. És hát ugye rá 7 évre készített el Wes Craven a második részt, ami már hát sajnos kevésbé lett jó. Ugye 84-es a film, mint ahogy a Rémálom az Elm utcában című filmje is Cravennek, és viszont ezt hamarabb vette fel, mint a Rémálmot, de viszont nem engedték neki, hogy kiadja vagy megjelentetesse, már nem tudom. Az volt a lényeg, hogy miután a stúdió látta, hogy a Rémálom mennyire befutott, ezért engedték neki, hogy elkészítse a filmet, de csak azokból a felvételekből, ami már megvolt. Viszont ez nem volt elég egy teljes filmhez, úgyhogy kiegészítették az előző részből még jelenetekkel, úgyhogy vannak benne jó sok flashback jelenet. Köztük például egy kutya flashback, ami ugye a Beast nevezetű kutyának a flashback jelenete, ami érdekes, mert én még filmben nem láttam, hogy kutyának flashbackje legyen. Úgyhogy ez a film is tudott újat mutatni. Hát ugye már az IMDb pontozásból is meglátszik, hogy sokkal gyengébb lett, mint az előző rész. Craven sem szerette ezt a filmet annyira, én azt hallottam, vagy azt olvastam. Itt már a szereplők miatt sem tudunk annyira aggódni, mert tényleg egy baráti társaság, és motorozni mennek ki a sivatagba.
És az előző részből a Bobby, aki ugye úgy nézett ki, mint Luke Skywalker, ő figyelmezteti őket, hogy ne menjenek oda, mert ő ugye túlélt az előző részt, és pszichológushoz jár, mert olyan nagy traumát okozott ez neki, és ő nem is tart a társasággal, viszont ugye az előző rész végén megölték az összes kannibált, de ebben mégis az egyik visszatér, mert, mint kiderült, nem halt meg, csak megsérült, és egy távolabbi rokon, hát kannibál az is érkezik, és akkor így ők ketten aprítják a motoros bandát. Tényleg ez a film már nem lett annyira jó, de én el voltam vele, meg olyan jelentéktelenek benne, ugye szereplők így hát meghalt, és akkor hát így igazából nem aggódunk értük, nem izgulunk. És érdekes egyébként, hogy a kannibálok is a naprendszer bolygóiról vannak elnevezve, mint például Plutó, Jupiter, Mars, ezek inkább az első részben vannak, és a második résznek a zenéjét Harry Manfredini szerezte, akinek ismerős volt a neve valahonnan, utána néztem, és hát persze láttam, hogy a Péntek 13 zenéjét is ő szerezte. Úgyhogy én az első részt azt tényleg tudom ajánlani mindenkinek, ez egy nagyon jó klasszikus horrorfilm. Második résszel én el voltam, de megértem, ha valakinek nem tetszik, mert igazából nagyon semmi újat nem mutat, nem is izgulunk a szereplőkért. Jó, azért mutat újat, mert van benne kutya flashback, de más nem nagyon. A remake-eket egyébként még nem láttam, de azt mondják, hogy azok is jók lettek. Úgyhogy majd lehet, hogy idővel megnézem azokat is. Hát úgyhogy ennyit szerettem volna így röviden erről a két filmről elmondani. Köszönöm, ha végignéztitek a videót, és legközelebb akkor találkozunk. Sziasztok!